A következő hölgy már több alkalommal szerepelt színpadon, de ez az igazi első megmérettetés számára. És büszke arra, hogy már idáig is eljutott, és már is nyertesnek érzi magát. Első osztályú volt a fellépése, ezt mondta róla a zsűri az elődöntőn. Quintus Konrád egyébként már egy előadást is köré épített, hiszen Aldonza dalát énekelte az elődöntő során. Most egy újdonsággal készült, Pinktől a Nobody Knows fogja énekelni. A színpadon Dézsenyi Fanni! Gratulálunk, Fanni. Én nekem most vékony voltál. Már nem különleg, tehát a hangod volt nekem vékony. Olyan elveszett voltál ma este. Tehát az elődöntőkben én azt ilyen.
stenket éreztem mindig, most egy kicsit úgy éreztem, mintha nem itt lennél. Tehát egy kicsit olyan kedvetlen volt, amikor a 10. bulid van, és utána a pénztárba se fizetnek annyit, amennyit szoktak, hanem ugye kevesebbet. Én nekem bizonytalan volt, mondom, és egy kicsit néha hamiskás. Fanny, szerintem is nagyon tehetséges vagy. Én nekem nagyon tetszik a hangod, maga a művészeted, amit itt láttunk a színpadon. Én két dolgot szeretnék megjegyezni. Az egyik az, hogy valamiért én is úgy érzem, hogy nem volt ereje ennek a dalnak. Tehát az a dinamika, aminek így szinte arcunkba ütköznie kellett volna, az így nem ért el idáig. Lehet, hogy messze vagyunk tőled, de... És egy kicsit aztán később így, ahogy átgondoltam, lehet, hogy ez a mikrofon kezelésednek is köszönhető néha-néha, ugyanis sokszor olyan messze tartod a mikrofont, hogy lehet, hogy azok a mély hangok, amit most hiányolunk, az nem jelent meg. Nem tudom, meg kell tanulni jól mikrofonba énekelni. Jó sokszor, otthon, akár szülők kedvére. Gratulálok egyébként, nagyon szépen. Köszönöm szépen. Fanny, úgy gondolom, hogy itt a negatívumot már elmondták, mondanék egy pozitívumot egyébként, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Egyébként nagyon tetszett még a színházas nótában is az elődöntőben, hogy van valami fajta ilyen pozitív értelme, egy ilyen drámaiság abban, amit csinálsz, hogy van valami ilyen, nem tudom, úgy érzem, hogy akarsz üzenni mindig valamit azzal, amit csinálsz, ehhez kéne felzárkóztatni a technikai tudást. Fanny, én azt gondolom, hogy te nagyon jó előadó vagy, és nagyon jó énekes. Ezt ma este nem bizonyítottad be. De csak ez a ma estéről szól. Amikor az Aldonzát énekelted az elődöntőn, például nekem sokkal jobban tetszett. Most azt éreztem, hogy valami ott maradt, fönt maradt a színpadon. Talán kicsit összenyomott a színpad, de lehet, hogy az a rózsaszín párduc, amit odaadtak a nyakadba. Nem tudjuk. Bízunk benne, hogy lesz még alkalmad énekelni, és akkor bebizonyítani, hogy milyen jó vagy színészileg, és milyen jó vagy hangilag. Gratulálok! A zsűri kritikája elkeserített? Egy nagyon picit igen, viszont inkább építő kritikának fogom fel. Tehát nem vett vissza a dolog, hanem nyilván megfogadom a tanácsokat, vagy megpróbálom megfogadni, és akkor majd jó lesz. A következő versenyzőnk, milyen meglepő, kisgyerekkora óta szeret énekelni. Az utóbbi években több alkalommal szerepelt már nagy közönség előtt, azonban szeretné magát versenyhelyzetben is kipróbálni. A Fehérvár hangja 2011 elődöntőjén nagyon jól érezte magát a színpadon, ezt nyilatkozta, hát lássuk, hogy most mennyire érzi majd jól magát. Jennifer Hudsontől a One Night Only-t fog énekelni. Ruf Nicolet!
only. Kérem a zsűrit, hogy értékelje a produkciót. Niki. Én nagy rajongód vagyok. Nagyon szeretem a hangod, nagyon szeretlek hallgatni. Amit tanácsolnék neked, ugye Vörös Tamástól megtudtuk, hogy 2-4-re tapsolunk. Ha mozogsz, azt szoktuk mondani, lépni egyre lépünk. Jó? Ez egy tanács. Fogadd meg esetleg. Jó? Nagyon tetszett, amit csináltál. Köszönöm szépen. Nekem is nagyon tetszett, én is gratulálok. Éreztem azt a rengeteg energiát, ami a hangodból, az éneklésedből jött. Viszont azt is éreztem, hogy mintha kicsit szétizgódnád a dalt. Pedig alig vagyunk itt ketten-hárman, tök fölösleges. Sokkal bátrabban legközelebb, mert benned van az erő, érződik. Köszönöm szépen. Az igazság, hogy szerintem fantasztikus hangod van, tehát olyan hangod, olyan hangszínet, mint egy ilyen kaleidoszkóp, mindenféle szín van benne, és ahogy így mész így a hangok között, így ezek a színek így egyfajtában változnak, mégis így egyben marad az egész hangkarakter, ami nagyon-nagyon fontos dolog, mert így egybe tud tartani egy egész nótát, illetve jellemző tud lenni ugye az emberre. Azt gondolom, Niki, hogy nagyon jó volt a dalválasztás minden esetben, és hogy szeretném elmondani mindenkinek, hogy a Niki 15 éves. Tehát ő ilyen idős korában így énekel már, úgyhogy csak gratulálni tudok ehhez. Ezek a kondrál előtt. Na, Niki, gratulálok. Én nekem egy kicsit összeáll szintén, amit a Konrád mondott, hogy egy kicsit összeidegeskedted magadat. És így voltak a beszállásoknál tempógázok, minimális késésekkel indítottad a hangot. Ezeket majd jó, 15 éves koromban, ha így játszottam volna, mint te énekelsz, akkor most nem így zsűriznék, hanem Los Angelesbe sem különben. De mindegy, gratulálok, nagyon tetszett. Képezni fogom még magam, ahogy csak lehet, meg hát persze előttem az egész élet. Egyébként hozzáteszem, holnap lesz a szülői napom, és holnap már 16 éves leszek, úgyhogy ez már, már nagyon várom. A következő versenyzők mindene a zene és az éneklés. Szívből énekel, és szeretné, hogyha mások is ezt éreznék. Mindenki azt tanácsolja neki, higgye már el, hogy jól énekel. Önbizalom injekcióra volt itt szüksége a színpad mellett, kedves hölgyeim és uraim, úgyhogy nagy tapssal fogadjuk őt, hiszen Krisztina Aguilerától a Bound to You-t fogja énekelni. A színpadon Tóth Mercedes! If you are
nem is nagyon akarnék megszólalni, mert annyira örülök, hogy tapsolnak neked, Márci. Az jutott eszembe, hogy olyan vagy, mint egy hiányos freskó. Ami látszik, az gyönyörű. Ami nem látszik, azt meg sejtjük, hogy ott van mögötte. Vagy valamikor ott volt. Ezt ki fogják egészíteni? Míves emberek, lehet, hogy Gábor is mond hozzá valamit itt. Megbeszéltük még a műsor elején a kollégákkal, hogy próbálunk pontozni egy bizonyos határon belül. Ahogy elkezdtél énekelni, leírtam egy pontszámot, majd áthúztam és írtam egy nagyobbat, majd megint áthúztam és megint írtam egy nagyobbat. Azt gondolom, hogy így folyamatában épült a dolog, és a vége nagyon tetszett. Lehet, hogy a betegség, vagy lehet, hogy a bátortalanság miatt, de a végére jött meg az igazi feeling. Lehet, hogy ezt legközelebb elejétől kéne, de amúgy tetszett. Köszönöm. Köszönöm. Márci, egyértelműen hallatszik, mondtam ugye az előző elődöntőn is, hogy a legtehetségesebbek közé tartozol. Nem, ugye, amúgy szerintem egész Magyarországon. És ezt tudatosítanod kell, viszont ehhez hozzátartozik egyfajta viselkedés is, hogy hogyan kommunikál az ember a többi emberrel, hogyan beszél velük, hogyan, főleg ugye a színpadon, a te esetedben az a legfontosabb, hogy hogyan viselkedsz. Most ezt felettetni tudod egy szám erejéig, azzal, hogy egy olyan atom robbanás erejével ránk tör ez a nóta, de lehet, hogy egy idő után, amikor már annyiszor megy az atom robbanás, akkor már más is kell csinálni. Ezt próbál tudatosítani magadban, és nyilván ebben baromi sok segítséget kaphatsz bárkitől, aki akar neked segíteni. Azt gondolom, hogy fantasztikusan énekelsz, és hát nem is igazán tudok mit hozzáfűzni, mint hogy a múltkor sem tudtam. Köszönöm szépen az élményt. Köszönöm. Meci, őrületesen jól énekelsz. A dal második felében egy olyan stenk érkezett meg ide hozzánk, hogy levegőt alig tudtunk venni. Félelmetes energiák vannak benned. Ezt nem lehet tanítani. Ez itt van benned, ezzel vissza kell élni, így ahogy te most csinálod. Gratulálok. Köszönöm. Nagyon fontos, amit itt elmondtak a fiúk, hölgy, kolléganő. Nagyon fontos a hit, Mercedes. Tehát válladat 20 fejjel. Húzd ki magad. Nagyon fontos, hogy mosolyogj. Nagyon fontos, most pont úgy csinálok, mint a Konrádod. Nagyon fontos, hogy mosolyog, tudod? Nagyon fontos, de ez tényleg fontos, ezt most nem viccelek. Tehát az, hogy eladod a show businessbe magad, és most már minden az, azt el kell adni. És azért jó, hogy el tudod adni magadat, mert jó vagy. Tehát alapállásból egy nagyon leszületett tehetség vagy. Én azért még arra lennék kíváncsi, hogy tud elénekelni egy vidám, könnyű rock and roll számot a Mercedes. Arra várhatsz. Arra várok. Gratulálok, nagyon jó. Köszönöm mindenkinek a munkát, tényleg nagyon jó. Mindenki sminkes, fodrász is. Nagyon jó. A következő hölgy első kapcsolata a zenével egy hegedű volt, melyet professzionális szinten kezel. Mindössze 2 éve kezdett el énekelni tanulni, azonban most már úgy érzi, hogy ez az, ami sokkal közelebb áll hozzá. Egy pici lány jön hatalmas hanggal, AC/DC-től Highway to Hell-t fogja énekelni. A színpadon Milos F. Stella! Take
nagyon nagy rock'n'roll volt ma este, és véletlenül Sterlabar Starlight, ahogy a művelt német mondja, 2-4-et tapsolt, hoppá! És még a fehérvári közönségnek is sikerült helye, gyerekek, hát én itt születtem, mert büszke vagyok Fehérvárra, hogy most már 2-4-et is tudunk tapsolni. Stella visszafogyva óriási show csináltál, színpad 100%-os, mozgás, monitor feldobálás, minden ahogy kell, úgy van, gratulálok, nagyon jó volt, zsáneres vagy. Na. Köszönöm. Stella, köszönöm neked az AC/DC-t, gyermekkorom kedvenc zenekara. Ezen kívül, mint egy kis bomba, olyan voltál a színpadon. Elképesztő jó volt. Nagyon nehéz lesz dönteni, mondom nektek, zsűritársak. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen az élmény, az új komplet produkciót láttam. Anyám, őrület volt, komolyan mondom. Durva volt, tényleg durva volt. Már a pozitív értelemben. Köszönöm szépen. Igazából én játszottam punk rock bandába is, de ott mint hegedűs, úgyhogy nem állt tőlem, ez se távol. Tehát mindenféle műfaj, kedvelek végül is. Jön most az a lány, akiről az első kép kiskorában az anyukája magas sarkujában készült, amint a tükör előtt nyaki kirúzsozva egy Britney Spears számot énekelt. Hát most nem egy Britney Spears számot, hanem egy Leona Lewis számot, méghozzá a Happy-t fogja énekelni. A színpadon Sobloher Barbara! Someone once told me that you have the truth, won't you? When I lose, can have everything. Don't you take chances, you might feel the pain. Don't you love and wait, 'cause love won't set you free. I can stand by the side, watch this life pass me by. So safe as could be. So what if it hurts me? So what if I break down? So what if this world just pulls me off the edge? My feet run out of ground. I gotta find my place. I wanna hear my sound. Don't care about all the pain in front of me. So I'm just trying to be. Stand by the side. Oh no, what
egy szám, ami nagyon föl volt építve, volt róla gondolatod, el akartad nekünk, nem adni, mert ez ilyen ócska szó lenne, hogy el akarsz valamit adni, hanem adtál nekünk valamit. Nagyon tetszett, gratulálok, nagyon-nagyon. Köszönöm. Amikor láttam a dalválasztást, láttam, hogy ez egy nem könnyű dal, illetve olvastam a Miért jelentkezett rovatba, odaírtad, hogy régen voltál versenyen, újra kipróbálnád magadat. Ez eleve vicces, fiatal, 18 éves lányzótól. Azt gondolom, hogy ezt a nehéz dalt nagyon jól megoldottad, az én félelmemet egyáltalán nem igazoltad, úgyhogy gratulálok. Köszönöm szépen. Nekem nagyon tetszett, nem igazán fűzik hozzá semmit, nagyon komplett volt. Gratulálok. Köszönöm. Én elég szeretnék hozzáfűzni az előttem szólókhoz, hogy azt írtam fel magamnak, hogy végre nem voltál sok, amiről emlékszel, még az elődöntőn beszéltünk. Végre nem voltál sok, nekem végre nem volt benne az orrodban a hang, tehát most sokkal jobb helyen szólt, jobb volt a pozíció, és szép dinamikával, szép ívekkel végig énekelted ezt a nagyon nehéz dalt. Köszönjük szépen! Köszönöm! Azért egy főiskolás lánynak, ha mindig azt mondják, hogy milyen jól énekelsz, akkor elbízza magát. Így van. Úgyhogy most én nem fogok szépeket mondani. Én nekem ez a számválasztásod most nem tetszett. Ugye, mint ahogy a művészetnek nagyon sok ugye, része van, szubjektivitás és az objektivitás. Az objektivitás, hogy tisztán énekelsz vagy nem, a szubjektivitás meg, hogy tetszik-e nekem, amit énekelsz vagy. Nekem speciál nem tetszett, de nekem azért nem tetszett, mert az elődöntőn és a válogatón nekem jobban tetszettél már megint csak. Volt már ilyen itt ma, mint most. Tehát most én nekem ez a szám nem, ahogy a Quintus Conrad mondja, bejött, meg kiment, meg én nekem bejött a szám az ajtón, meg a WC ajtón, csak ilyeneket tudom. Ha ezt mondom, amit a Quintus Conrad, akkor azt mondom, hogy nem jött be nekem. És még azt is hozzátenném büntetésképpen, hogy azért hadd legyen még egy szúrás tőlem, de nem szándékos szúrás, csak ilyen önkéntelenül, hogy ezt a fajta hang terjedelmedet fönn a vénséges vénfülem, aki rockzenekarban játszott 22 éve, nem bírom. Ez azért nem bírom, mert mindig a bal oldalon volt a cintányér, a nagy kínai csin, ezt tudják a fiúk, hogy mi. Tehát én nekem ez sok volt, most lehet, hogy hangos a cucc különben. Ez is lehet. De összességében egy nagyon tehetséges lány vagy, bocsánat, tehát ez, itt nincs kétség. Igazából nagyon sokat gondolkodtam, és volt egy előző koncepció, miszerint a saját dalt hoztam volna, de ilyen technikai problémák miatt nem tudtuk összehozni, úgyhogy ez volt a B-tervem. És elérkeztünk az utolsó versenyzőnkhöz. Aki egy fiatal ember, és régóta énekeli, és szerez dalokat, és szeretné, hogyha ő lenne az új szín a magyar könnyűzeneiparban. Az elődöntő, mikor gitáron játszotta a saját számát, elszakadt egy húrja, és így énekelte végig a számot. Ennek ellenére jutott be a döntőbe. Most is egy saját számot hozott, méghozzá a Keep You Alive-ot. A színpadon Kolosai Ferenc Vilmos! Your
day. Like a blind into the light. Your mad heart's fracturing outline. Oh, border master. Border master. Hölgyeim és uraim, Székesfehérvárnak és Magyarországnak van jövője. Ezt a mai estén látották, látottátok. 12 olyan produkció volt, amire vén fejemmel, kieső hajszálaimmal sem tudnék 100%-osan azt mondani, hogy ez kiesett. Tehát ezt, aki így mondja, szerintem egyikünk sem mondja, bár nem beszéltünk össze most közben. Zseniális volt, Feri. Ez most egy olyan konkrét szám volt, és olyan profi, többféle éneklést hallhattunk, kedves barátaim. Frazírozások, hatféle volt a számon belül. Konrád, ezt te neked mondom, mert többiek értik, hogy miről beszélek, tehát te neked azért mondom, csak külön. Egy olyan éneklést hallottunk, ami előremutató, én köszönöm a mai mind a két 12 versenyzőnek, mert nekem nagyon nagy plusz élmény volt a mai este. Köszönöm. Gratulálok. Fecó, azt szeretném mondani neked, hogy nagyon jó ízlésed van. Tehát aki egy ilyen számot ír, azt a jó ízlés körbe keringi. Most ezt nem tudtam jobban megfogalmazni. A múltkori az nekem kimondottan egy ilyen határeset volt. Tehát az a gitározás, amit Vörös Tamás is az előbb említett, annyira jó, hogy otthon hagytad. És ez milyen jó volt ez a zenei alap? Figyelj, ez volt a legjobb zenei alap szinte ma este. Tehát minőségre is, ízlésre, mindenre annyira jól énekelsz. Köszi. Gratulálok, Feri. Én is. És ha jól tudom, azt még elmondom a közönségnek, hogy gyakorlatilag a zené alapot is a Feri hangszerrel, mert több hangszeren játszik. Azt akarom mondani, hogy hát egyértelműen neked a legerősebb a stílus egyesítő vagy ötvöző készséged ebből a 12-ből, és ezt meg is mutattad, nyilvánvalóan azért hoztál saját számot, mert ebben végül is kiderül. Úgyhogy szerintem tökéletesen elérted a célodat, ami szerintem a legfontosabb dolog most számodra. Úgyhogy gratulálok, és hát fantasztikus volt az éneklés, tényleg. Tényleg ez az 5-6 stílus, ez valóban ott volt, és mégis megtűrik egymást, sőt nem is megtűrik, hanem segítik egymást, ami nagyon-nagyon ritka, tehát ez nagyon-nagyon ritkán sikerül, és ez egy nagyon komoly stílusérzékről tanúskodik.
technikai tudás is óriási, úgyhogy gratulálok. Nehéz terhet vettél magadra, mert nem csak az ének tudásodat próbáltad megmutatni előttünk, hanem a zeneszerzés, esetleg szövegírás, nem tudom, képességedet. Annyiból szeretnék én gonoszkodni, nekem a dal nem tetszett. Tehát az énekelőadás, meg amit mutattál, ez a sokszínűség, ez benne volt, és tényleg nagyon profi volt. De ez a dal az eddig ismert, eljátszó dalokkal szerintem nem tudja fölvenni a versenyt. Nekem ezért nehéz is lesz majd döntenem. Köszönöm. Nekem is nagyon tetszett a dal. Az külön bátorság tőled, hogy falzetba is fölmentél, mert is tudjuk Vörös Tamástól, hogy akkor neki a bal oldala el kezd szúrni. Gratulálok. Nagyon tetszett a dal. Tényleg nagyon nehéz volt ugye saját számmal versenyezni, főleg azok után, ugye, hogy ezt meg is mondta az egyik zsűri, hogy neki nem tetszett a dal, mert ugye hát nyilván nem veszi fel a versenyt a többi a dalokkal. De hogyha ennyire többet énekeljük, és hallják a rádióban, akár fel is veheti a versenyt, és én bízom benne, hogy fel fogja venni, és hozzá fog szokni mindenki. Hölgyeim és uraim, a Fehérvár hangja 12 döntőse! Nagy tapsot neki! Köszönjük szépen a közös produkciót! Eldönteni, hogy ki lesz 2011 hangja a Székesfehérváron. Kérlek benneteket, fáradjatok le! Önök pedig garantáltan nem fognak unatkozni a döntés nehéz pillanatai alatt. A helyzet az, hogy itt a színpad bal oldalán, a sorok között egy olyan úriembert, sármőrt, hogy mondjam, látni véltem, akinek a védjegye a kalap. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
szerintem mindenki jól érezte itt magát. Nem csak ma este, hanem aki az Alba Plázában ott volt a elődöntőnkön, szerintem az is tanúsíthatja, hogy nagyon jó kezdeményezés volt, nagyon sok a tehetség ebbe a városba, a vállalkozó kedvű fiatal, a lehetőséget kell megadni nekik, ez a verseny megadta. És hát én egyedül egy valakit nem irigyeltem, vagy valakiket nem irigyeltem ma este, az a zsűri, mert itt 4-5 gyermek közül, fiatal közül azt gondolom, hogy szinte bármelyik nyerhetett volna, nehéz volt a döntés, de ezért nekünk az a feladatunk, hogy ne csak ezeket a tehetségeket most már felfedeztük, hanem próbáljuk együtt menedzselni is a város nevében, azt gondolom, hogy így van rendben. Hiszen tényleg fantasztikusan sikerült, de azt gondolom, hogy a médiacentrum valamennyi dolgozója és vezetője dicséretet érdemel, hiszen remekül szervezték a Karma Kreatív Stúdióval közösen, és azt gondolom, hogy ez az összefogás ez valóban megvalósult az önkormányzat, a médiacentrum, különböző cégek jó voltából, és hát mindenki láthatta, hogy ennek mi lett az eredménye. Az egyik szemem sír, a másik nevet. Az egyik szemem azért sír, mert vége lett ez a szenzációs versenysorozat, a másik szemem pedig azért nevet, mert egy hatalmas munkán vagyunk túl, de sikeres munkán, nem győzöm hangsúlyozni. Egy hihetetlen mezőn jött össze ide a döntőre, és azt gondolom, hogy egy hihetetlen élménnyel gazdagodtunk. Nagyon izgalmas volt ez az elmúlt néhány hónap. Én azt gondolom, hogy nem csak a magam, hanem minden kollégám nevében mondhatom ezt a Fehérvár Média Centrumot illetően, hiszen akkor, amikor most már néhány hónappal ezelőtt találkoztunk először ezekkel a fiatalokkal, akkor tényleg fogalmunk nem volt arról, hogy ki fog most itt a színpadon állni a legvégén, csak egyedül, hogy elénekelje még egyszer a saját győztes dalát. Aztán ugyanezt folytatódott az elődöntőn is, akkor sem tudtuk még, és megmondom őszintén, a döntő utolsó pillanatáig sem lehetett ezt tudni. Nagyon izgatottak voltunk, szerintem méltó befejezése volt ennek az elmúlt néhány hónapnak, és méltó nyitánya egy újabb sorozatnak, amikor tehetségeket kereszték Fehérvár és Fehér megye. Bízom benne, hogy ez a mai este ez egy nagyon-nagyon hosszú út kezdete lesz, és hogy rengeteg ilyen közös élményünk lesz még Fehérváron, különböző rendezvényeken és szanaszerte az országban, mert nekünk vannak terveink még, a fiatalok nagyon ambiciózusak, nagyon aktívak, és mindenben benne vannak, úgyhogy én bízom benne, hogy itt még sok minden fog történni az idei évben, meg hát jövőre is. Fantasztikus verseny volt, fantasztikus énekeseket láthattunk és hallhattunk, és ezúttal is gratulálok a szervezőknek, rendezőknek, az ötletgazdáknak, hogy kitalálták a Fehérvár hangja versenyt, és gratulálok az énekeseknek is, mind a 12-nek, mert azt gondolom, hogy a zsűrinek nagyon-nagyon nehéz dolga lehetett eldönteni, hogy ki az az egy, aki ma a legjobb volt. Azt gondolom, hogy nagyon színvonalas és sikeres rendezvényt tudtunk magunk mögött, illetve az egész rendezvény sorozat, tehát a válogató elődöntő, illetve most a döntő is sikeres volt. Sok néző eljött, szerintem a énekesek is nagyon-nagyon színvonalas produkciót tudtak produkálni, tehát én azt gondolom, hogy egy sikeres rendezvény sikeredett. Mint ilyenkor szokták mondani, nehéz döntés volt. Volt vita, de nem olyan, mint az elődöntőből a döntőbe jutásnál. Szerintem ott sokkal komolyabb és hosszadalmasabb vita volt a zsűri tagjai között. Itt szinte azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem, hogy egyértelmű volt a győztes. Nagyon nehéz, egyrészt büszkeség. Amin bennem van most, az, hogy büszkeség. Fehérvár baromi büszke lehet erre a 12 emberre. Meg erre több mint 100 emberre, akik jelentkeztek. Nagyon erős mezőny volt, nehezen tudtunk dönteni. De azt hiszem, hogy jól döntöttünk. Most már 18-19 éves zsűrizek, ki mit tudott, megyei, országos diáknapokat, de ilyet sehol nem tapasztaltam, különben számomra is meglepő volt. Tehát annyira erős volt, és annyira kiegyensúlyozott volt, hogy mindegyikünk, tehát aki zenészt a tanár, mindenki azt mondja, az Angelika, hogy ilyet nem látunk. Tehát se Pesten, sehol nem látunk. Én ezt egy nagyon-nagyon jó dolognak tartottam, és visszaigazolva látom ilyenkor önmagamat, amit a székesfehérvári zenekar kultúráit teszünk most már több évtizede. Nekünk talán annyival könnyebb a helyzetünk, hogy egy csomó olyan dologról is rálátunk, ami hosszú távon esetleg befolyásolhatja egy nyertesnek az életét, és az alapvető szakmai szempontok mellett ezek is helyt adnak, de ezeket mégis félretettük, és mindenki elmondta az első eszébe jutó nevet, végül is
körülbelül így megbeszéltük, hogy jó, a 12-ből melyik 6, és akkor a 6-ból kinek melyik névű eszébe elsőre, hogy kinyerje meg. A verseny végén szinte minden versenyző kapott valamilyen díjat. A Fehérvár hangja közönségdíját egy lett-tévét, a Deponia Kft. Ajándékát 15.347 szavazatnak köszönhetően Göcsei Gergely István vehette át. Az Albacsavar Kft. 20.000 forintos utalványát Kolosai Ferenc Vilmos kapta, a Spa & Beauty Salon 40.000 forintos, három luxuskezelésre szóló utalványa pedig Soblokher Barbaránál talált gazdára. A Cserta Optika három versenyzőnek ajánlott fel napszemüveg utalványt, Ruf Nikolettnek, Milosev Stellának és Orsovai Renáta Katalinnak. A Széphő ZRT vezérigazgatója egy fényképezőgépet adott át Tóth Mercedesnek. A Novotel székesfehérvári igazgatójától pedig egy szegedi, illetve egy győri hétvége üdülésre szóló utalványt kapott Bencsik Adrien, valamint Kelemen Őrs. A KDT Kft. Egy MP5 lejátszóval jutalmazta Lovas Petra teljesítményét, Fejér megye 20.000 forintos utalványát pedig Hegedűs Virág vehette át Varga Tamástól, a megyei közgyűlés elnökétől. Egyetlen egy ember nyerheti meg ezt a versenyt, úgyhogy szeretném elmondani, hogy 2011 Fehérvár hangja versenyt nem más nyerte, mint Lovas Petra. Lovas Petra! Gratulálunk! Petra a verseny fődíja mellett, melyet Cserpalkovics András polgármestertől vehetett át, a Fehérvár Travel jóvoltából két személyes párizsi utat is nyert. Emellett a Kodolányi János főiskola siófoki szállodájában üdülhet majd, és övé lett egy 120.000 forintos kozmetikai kezelés is a Zsuzsi kozmetikában. A Fehérvár Médiacentrum ajándékát, a bemutatkozó CD elkészítésének finanszírozásáról szóló utalványt Boza István, a Médiacentrum ügyvezető igazgatója adta át. A további fellépések szervezésére vonatkozó ajánlatot pedig Kernya Marian és Marton Zoltán, a Karma Kreatív Stúdió képviselői. Végül Székesfehérvár külön díját is megkapta a győztes, egy 350.000 forint értékű mini stúdiót Székesfehérvár polgármestere jóvoltából. Elhiszed végre, hogy jó vagy, és hogy sikerült? Na, nagyon nehezen, de úristen, nem hiszem, tehát így komolyan nem, sokkot kaptam. Kimentek a nem, hogy Lovas Petra, és így álltam, és így nem tudtam mit mondani. Tehát tényleg ilyen soha nem volt velem, tehát így sokkos állapotban voltam konkrétan. Most minek örülsz a legjobban? Annak, hogy elmehetsz a pároddal Párizsba, vagy annak, hogy tiéd lett ez a cím? Enyém lett a cím. Persze, az egy másik dolog, hogy nagyon örülök, hogy elmehetek Ádámmal. Ja, nyaralni, meg egy kicsit kikapcsolódni, de ez meg még nagyobb szó, hogy én így nem hittem el, nem, tényleg nem hittem el, most se hiszem el jelen pillanatban. Tapsoljuk meg még egyszer! Pillanata. Lovas Petrát, a Fehérvár hangja 2011 nyertesét! There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out to die. Finally I can see you crystal clear, go ahead and tell me I've been all in your chevet. See how I leave with every piece of you, don't underestimate the things that I will do. There's a and it's bringing me out to die. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The stars of
You played it, you played it, you played it, you played it.